A téli hónapokban sokan döntenek úgy, hogy ha csak pár napra is, de szeretnének elutazni az itthoni zord időjárás elől, és melegebb éghajlaton kikapcsolódni. Bár ma már nem feltétlenül jelent luxust a télből a nyárba utazni, azért megfelelő körültekintést és szervezést igényel, hogy a téli nyaralás ne érje el az akár milliós nagyságrendet is. A legfontosabb szabály téli utazás tervezésekor, hogyha minél olcsóbban szeretnénk megúszni a költségeket, lehetőleg ne a kiemelt időszakokra, karácsonyra és szilveszterre tervezzük az utazást. Ekkor ugyanis a legtöbb szálloda és vendéglátóhely magasabb tarifával dolgozik. Megyénkben nem megszokott tendencia az ünnepi időszakban elutazni, de aki mégis üdülést tervez a karácsonyi időszak alatt, szívesen foglal belföldi wellness hétvégéket. Az utasok szeretettel utaznak, de nem jellemző irodánkba, hogy karácsonyi időszakot foglalnának. Tudunk róla, hogy nagyon sokan családdal elmennek belföldi wellness szállodákba, de kulturális körútra, illetve egzotikus utazásokra nem tartom jellemzőnek, hogy itt nálunk túl sokan foglalnának karácsonyi időszakra. Természetesen a karácsonyi, illetve az újévi időszakban az árak megemelkednek. Pontosan nehéz megmondani, milyen emelkedésre lehet számolni, de akár 15-20%-os is lehet pihenésünk végösszege, ami szállodánként eltérő. Az adventi időszakban rendkívül kedveltek a rövidebb utazással járó kulturális körutak. Az adventi időszakban jellemző, és erről tényleg szívesen szólok, mert mi, mint turoperátor iroda is több helyre szervezünk utakat, kulturális körutakat, egynaposokat is, akár kétnaposokat, háromnaposokat, és vannak többnaposak is. Tehát ezek az adventi első, második, harmadik vasárnapra jellemzőek. A környező országokba, természetesen ami megközelíthető rövid autóbuszos úton belül, például Ausztriába, Lengyelországba, Szlovákiába, illetve Erdélybe, több naposokat szervezünk, sőt még Velence, még Olaszország is szóba jöhet, ott Triest környéke, és az egynaposokban pedig Zakopane, Kassa, Bécs, akár Pozsony, illetve hogyha egy picikét a Kárpát-medencé belül maradunk, akkor Erdélybe is, Nagyszalontára esetleg, vagy egy Szatmárnémetibe, Nagyváradra szívesen jönnek el egy napra az utasok. Azért is, hogy tapasztalódjanak, hogy a környező országok hogyan készülnek a karácsonyra. Aki karácsonyra szeretne külföldi egzotikus utat ajándékozni, érdemes már szeptember-október hónapokban előfoglalni, ugyanis ilyenkor az előfoglalási szezonban több százezer forintot is spórolhat.